Agyóni napok keretében egy agyóni városrészben ikonikusnak számító felújított épületet adtak át. Az épület egyik szárnyában az evangélikus egyház közösség fog bölcsödét működtetni, a másikban nyomdatörténeti kiállítás nyílt. Tisztelt érdeklődők, kedves vendégek! Szeretettel köszöntjük Önöket a 2021. évi Gyóni Napok rendezvénysorozat mai programján, az egykori evangélikus iskola felújított épületének átadásán. Ezen a hétvégén évfordulós helytörténeti alkalmakon találkozhattunk, ahol együtt ünnepelhettük műemléktemplom felújítását, műemlékkúria épülettörténeti tárlatának kialakítását, most pedig egy helyi védettségű egykori iskola épület felújításának és átadásának pillanatához érkeztünk. Egy korabeli látogatás kapcsán készült gyóni egyháztörténeti leírásban említik, hogy 1870-ben épült fel az öreg iskola, egy tanteremmel és tanítói lakással, mely a templommal egy telken állt. Majd 1901-ben új iskola épületet vásároltak és rendeztek be, egy tanteremmel, tanítói lakással, mely a templom telkével átellenes telken található. Gyón központjában védett területen a Luther és Áhim utca sarkán található az egykori evangélikus iskola épület. Az L alaprajzú épület helyén az 1880-as években egy utcára merőlegesen álló épület állt. A jelenlegi épülettömeg nagy valószínűséggel az utcai szárny megépülésével alakult ki a 20. század elején. Az iskolai funkció befejezése után több formában hasznosították az épületet, segített raktározási célokat, szociális foglalkoztatást, majd papír újrahasznosítás és nyomdatörténeti gyűjtemény működött itt. A helyi evangélikus egyház családi bölcsődei céljai, valamint az önkormányzat értékvédelmi programjának találkozása kapcsán a helyi védelem alatt álló épületben családi bölcsöde és nyomdatörténeti kiállítótér került kialakításra, melyet Dabasváros önkormányzata újított fel a népi építészeti program keretében. A felújítást megelőzően az alábbi szakmai dokumentumok elkészítésére volt szükség. Építéstörténet és értékleltár, fa anyagvédelmi szakvélemény, statikai szakvélemény, építészeti tervdokumentáció és restaurátori kutatás. A fenti dokumentumok elkészítése volt a biztosíték a szakmailag megfelelő rekonstrukció és felújítás megvalósításához. A tervezési koncepció készítése során két új funkció elhelyezése volt a cél, két csoportos bölcsöde és nyomdatörténeti kiállítótér kialakítása. Mindkét funkció megtervezése során a mai hatósági előírásoknak is meg kellett felelni. Ez kihívást jelentett, hiszen egy védett épület korlátokat jelent ilyen téren. Valamint orvosolni kellett a vizesedés és vízelvezetés problémáit is. Az archív fotókon látható pallótokos ablakok, valamint a korszakra jellemző váztáblázatos bejárati ajtók is készültek. A bölcsőde részbe antik ajtókat sikerült beszerezni, növelve így a történeti hitelességet. Az épület udvari traktusa az 1900-as évekre jellemző faszerkezetű tornácot és deszkaborítású födémet kapott. Ez nem csupán fedettséget biztosít a bejáratoknak, hanem építészetileg is rendbe tette az udvari homlokzatot. A teljes épületben új víz, csatorna és elektromos hálózatot, valamint fűtésrendszert építettek ki. Új tetőszerkezet és cserépfedés készült, külső-belső újravakolással, gletteléssel, festéssel. Az Áhim és Luther utcai homlokzatokat rekonstruálták. Az Áhim utcai homlokzat ismét fő és nem mellérendelt homlokzatként funkcionál. Az épület új utcafronti kapukat is kapott. A felújítási munkálatokat az Erdély Stílus Építőipari és Szolgáltató Kft. Végezte. A kertet parkosították, különféle növényeket, fákat telepítettek, majd járdaburkolatot és öntözőrendszert készítettek. A kertépítési munkálatokat Halász Attila helyi vállalkozó végezte. A népi építészeti program megvalósítása keretében a miniszterelnökség megbízásából a Teleki László Alapítvány 20 millió forint támogatásával, Dabasváros önkormányzatának 40 millió forint önrészvállalásával, Mádi Lajos 3,5 millió forint kivitelezésből átvállalt költség és Antal József 1,5 millió forint
felajánlott többletmunka költségével valósulhatott meg az épület teljes felújítása és környezeti rendezése. Összességében a Luther utcában egy történelmi épület, helyi népi építészeti emlék helyreállítása valósult meg. Ezzel településképi szempontból is javulást sikerült elérni, amellett, hogy a helyi értékvédelmi programnak köszönhetően sikerült egy érték hosszú távú fennmaradását biztosítani. A projekthez tartozó pályázati programokat, a rekonstrukció szakmai felügyeletét Kecskeméti Norbert végezte. A Gyóni Luther utca fejlesztése tovább fog folytatódni. A városnegyedben egyre több ház kapja vissza eredeti jellegét. Ezzel a népi építészeti programmal nagyon jól tudunk itt a Gyóni városrészben gondolkodni. Néhány évvel ezelőtt a multidéző lakópontot, azaz a Gyóni fecskeházat tudtuk szintén ebben a programban felújítani. Ez a következő állomása. És hát a Luther negyed, ami egy védett, építészetileg védett területe itt a városrésznek, magába foglalja még az egykori talán így tudjuk egykori presszó épületét, ami a mai Hentes üzlet mellett van, szintén ebben a népi építészeti programban újul meg, és ez év végére be is fog fejeződni. Nagyon szép égköve lesz az is a Gyóni városrésznek. Már tudjuk, hogy sikeresen pályáztunk a Gyóni tájház rekonstrukciójára, hiszen az 1836-ban épült épület tetőszerkezete nagyon bizonytalanná várt, és aztán így célszerű volt erre is odafigyelni. Tehát sikeres megnyert pályázatunk van a tájházra, az a következő évben, a 2022-es esztendőben fog megvalósulni. És hát nyújtottunk be már itt az egykori községháza épületére is, sajnos ebbe a programba nem tudott beleférni, mert hogy nem a népi építészeti kategória az, amit megcéloz, de van számtalan más magáningatlan is, és önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan is itt a Luther negyedben, amivel ezt a programot folytatni szeretnénk. Kőszegi Zoltán polgármester a megbecsülésről és a sokszínűségről beszélt. Meghatódva, de nagyon-nagyon büszkén állok itt, és szeretném köszönteni önöket ezen a kivételes alkalmon, ebben a csodálatos napsütésben. Ez egy óriási ünnep a város egész közössége számára, de azt hiszem, hogy elsősorban a gyóni evangélikusoknak egy hihetetlen fontos mérföldkövéhez értünk, az ő történelmüknek egy fontos mérföldkövéhez. Egy olyan épületet, egy olyan egykori történelmi és az evangélikus gyülekezet életében nagyon fontos épületet sikerült felújítanunk nagy-nagy összefogással, ami továbbra is elsősorban az evangélikus gyülekezetet fogja szolgálni, de azon túl pedig a város egészét is. És hát a legfiatalabbakat, a legkisebbeket, és a mai világban az egyik legnagyobb kihívás Európában, hogy meg tud-e fiatalodni a keresztény Európa, meg tud-e újulni a keresztény Európa, születnek-e gyermekek, vannak erős családjaink, van-e kötődésünk a múlthoz, fontosak-e számunkra a gyökereink, fontos-e számunkra a múltunk, összetudjuk-e kapcsolni a jelennel a múltat és a jövőt. Azt hiszem, hogy egy-egy ilyen összefogás, egy-egy ilyen alkalom, aminek részesei lehetünk, és az a munkafolyamat, ami itt az elmúlt hónapokban zajlott, ez mind azt igazolja, hogy nekünk itt gyóniaknak, dabasiaknak, magyaroknak igenis helyünk van Európában, és igenis tudunk példamutató összefogással egy jövőképet mutatni. És ahogy az előbb elmondtam, a múlt mellett nagyon fontos, és a mai világban az egyik legfontosabb az, hogy legyen jövője a magyarnak, legyen jövője a keresztény közösségeknek. Az evangélikus istentisztelet végén a hálaadásnak egy nagyon fontos része volt egy nagyon szívhez szóló és családias úgymond hálaadás, amit Eszter lelkészasszony ajándék átadásaival öltött testet. Hát, ennek én is részese voltam, és meghatódtam, most szeretném tisztázni, hogy nem azért hatódtam meg, mert én is ajándékot kaptam és köszönetet, hanem mind az hatott meg, ami előtte volt, a Torzsa családnak a példamutató összefogása, ahogy
hogy egy házaspár egymásba kapaszkodva a legnehezebb időkben is számított egymásra, és mindent megtesznek egymásért. Vagy Marika néni, aki annyi mindent tett ezért a gyülekezetért, és most is itt van velünk, sok-sok betegséggel és bajjal küzdött itt az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt egy esztendőben. Mikor legutoljára nála jártam, akkor még a Covid-ról beszélgettünk, már akkor megtapasztalhattuk azt, hogy hogyan szakít szét a Covid emberi közösségeket, családokat, baráti és akár egyházi közösségeket is. És hát nem is gondoltuk, hogy még újabb megpróbáltatások jönnek, és hát Janicsák Marika néni ezeket is átvészelte a Jóisten segítségével, és itt van velünk, és hálát adok ezért. De hát itt van Péli Marika néni is. Ide jártam iskolába. aki szintén sokakkal ide járt iskolába. Itt vannak a legidősebb generáció tagjai. És ez a ház a legkisebbeket, az evangélikus gyülekezet és a gyóniak legfiatalabbjait fogja szolgálni. Ez egy annyira szívemarkoló dolog, annyira csodálatos és ünnepi dolog, és amikor az ember csak a kritikával találkozik, vagy az acsarkodással, az elégedetlenséggel, és ez elkeseríti a hétköznapokban sokunk szívét, azért ilyenkor elégtételt kapunk, amikor így együtt vagyunk egy ilyen ünnepi alkalmon, amikor látjuk azt, hogy igenis képesek vagyunk közösen alkotni, összefogni, együttműködni, együtt gondolkodni, áldozatot hozni, és a jövőnek teremteni. Ez mind-mind Istennek a szeretete és Isten ajándéka, hogy erre képesek lehetünk, és hogy ezt megtehetjük. És azt tapasztalom most itt a Gyóni Napok keretében, a tegnapi református ünnepünkön után, a templom felújításának a hálaadó Isten tisztelete után, és a mai alkalomkor is, hogy Istennek a szerető kegyelme az itt van velünk mindig. Hogy ez az, ami erőt ad nekünk, és a mindennapokban megerősít. Legyen Covid, legyen betegség, legyen ellenségeskedés, legyenek politikai viták, az biztos, hogy mindig Isten kegyelme ezek fölé emelkedik, és megerősít minket. És mi ma, akik itt lehetünk ebben a csodálatos napsütésben, azt hiszem, hogy ezt vihetjük haza magunkkal, és fontos is, hogy hazavigyük, és elmondjuk másoknak is, akik az apró dolgokban, vagy a nagyokban is sokszor elégedetlenek, és csak a rosszat látják, a másikban is a negatívumokat keresik, hogy igenis ebben az életben, ebben a földi életben annyi jó van, annyi pozitív dolog. És az, hogy az ember megkapja az Istentől a kegyelmet arra, hogy családot alapítson, hogy szeressen, hogy gondoskodjon, hogy alkosson, összefogjon, ez mind-mind olyan ajándék, amit nekünk meg kell becsülnünk, és ezért mindig hálát kell adni. És egy ilyen hálaadó nap, mint a mai is, az Isten tiszteletekkel, vagy a tegnapi, ezek mind megerősítenek bennünk, minket, de nagyon fontos az, hogy a mindennapokban is hálásak tudjunk lenni. Hogy az utánunk jövő generációknak is azt tudjuk mondani, hogy amikor reggel felkelsz, akkor mondj hálát, ha gyerek vagy, ha kicsi vagy, már akkor is. Mert mi már felnőttek, idősebb generációhoz tartozunk, vagy ahogy ezt utóbb időben Révész Máriusztól ellopva szoktam mondani, hogy használom, hogy régebb volt a fiatalok. Tehát mindenki fiatal, csak van, aki régebb volt, és van, aki most, tehát fiatalnak kell maradni ebben is, a hálaadásban is, és a lelkesedésben is. Igen, mindig is fiatalnak kell maradni, a tapasztalatainkat tovább kell vinni, és visszatérve az előbbi gondolatomra, hogy igenis a gyerekeinket úgy kell nevelni, és ez a ház is, ez a hely is alkalmas tesz arra, hogy az idejáró bölcsiseket arra neveljük, hogy becsüljék meg az életet, becsüljék meg a mindennapokat, becsüljék meg azokat, akik gondoskodnak róluk, tanítsuk meg őket szeretni, mert igenis ezt is lehet tanítani, hogy hogyan kell és hogyan lehet szeretni, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez egy olyan keresztény érték, egy olyan üzenet a mai világban, ami nélkül talán nem is érdemes élni. Tehát a szeretet a legfontosabb. Szeretet legyen közöttünk, megbecsülés, odaadás és áldozathozatali készség. Most itt minden megmutatkozott ebben a munkában, a mai hálaadó Isten tiszteleten is, és a mai együttlétünkben. Én ezzel a nagy-nagy szeretettel és az itteni gyülekezet iránti nagy-nagy rajongással köszöntök mindenkit. Nagyon boldog vagyok, hogy egy olyan városnak lehetek az egyik vezetője, amely sokszínű,
vallásilag is, kulturális örökség tekintetében is, és nagyon sok mindenben egy nagyon sokszínű, gazdag település vagyunk. Balog Eszter evangélikus lelkész régóta szeretné, ha több gyermek tartozna a gyülekezethez, amely álom a családi bölcsödével megvalósul. Ez az álmunk, és a presbitériumoknak is sok-sok gyülekezeti tagnak az álma, hogy a gyülekezetünk kicsit mozduljon meg, kezdődjön meg az élet, és kerestük is a lehetőséget, és nagyon nagy örömmel fogadtuk Pálinkás Nő Balázs Tünde, a polgármester asszony megszólítását a tekintetben, hogy van egy pályázat, amelyre a városi szinten tudnának pályázni, fel tudnák építeni ezt az épületet, és amennyiben minden a tervek szerint halad, akkor egyházi célokra fel tudnák ajánlani. És fel is épült ez az épület, meg is újult, és pont most tartunk ennél a pontnál, hogy most már tervezett családi bölcsödét, most már emberi léptékkel mérve belátható időn belül meg is fogunk tudni valószínűleg valósítani, hogyha minden a terveink szerint alakul. Most be van adva egy pályázatunk még, egy több milliós eszköz igénylésre való pályázatunk. Valószínűleg november közepén lesz ennek az eredményhirdetése, és akkor a hatóságoknak beadott engedélyeztetés az 60 nap. Tehát így reálisan számolva jövőre biztos, hogy elkövetkezik az a nap, amikor itt hivatalosan is két csoportos evangélikus családi bölcsőre nyílhat. Ugye jelenleg egy csoportunk van, az evangélikus templomkertünkben van egy melléképület, és ott működik a Kisharang evangélikus családi bölcsőre. A terveinkben az szerepel, hogy ez a bölcsi ide átköltözik, és tervezetten nyitnánk még egyet. Hogy ez a jövőre az álom, hogy ebből az álomból valóság legyen. Mádi Lajos, a nyomdatörténeti gyűjtemény kialakítója, 10 évig volt a dabasi nyomda vezetője. Már 1995-ben felmerült a gondolat, hogy ipartörténeti múzeumot hozzanak létre Dabason. Dabason egy ipartörténeti múzeumot célszerű lenne létrehozni. Akkor még a Mádi kúriát néztük ki ennek helyszínéül, és sajnos ez alatt a 15 év alatt a Mádi kúriát már úgy tudom, hogy lebontották, úgyhogy most egy 15 évvel később egy másik helyszínen, itt a Luther utcában, ahol egyébként indult a dabasi nyomdászat, valósulhatott meg a galéria. Azért hívjuk galériának, mert ez nem nyomda múzeum, tehát nem csak megtekinteni lehet ezeket az eszközöket, anyagokat, hanem ki is lehet próbálni. Ennek a galériának alapvetően az a célja, hogy egy olyan kis kultúrközpontot hozzunk létre, ahol interaktív formában tudunk gyerekekkel, ifjúsággal, de akár felnőttekkel is foglalkozni. A gondolattögzítés, az írás történetének múltjáról tudunk itt bemutatókat, foglalkozásokat tartani. Mielőtt a galériát hivatalosan megnyitottuk volna, már itt a nyári táborozások idején közel 100 gyerek látogatott el hozzánk, akivel foglalkoztunk, és én nagyon remélem, hogy a jövőben ez a szám tovább fog majd bővülni.